kávéházi randevút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ahogy köszöntöm kedves vendégemet is, Szabó Noémit. Nem sok olyan ismerősöm van, akinél el szoktam mondani, hogy talán nem igazán kell bemutatni senkinek. Hát az egyik ismerősöm, ilyen ismerősöm az te vagy. Hát gyakorlatilag szexuális kosárlabda. És akkor ezzel, ugye? Hát köszönöm, én is köszöntöm a nézőket, és örülök neked is, Zoli. Igen, nagyon régre nyúlik ez a történet. Ugyan nem Szekszárdon születtem, de egy éves koromban ide költöztünk, Budapesten születtem, hiszen az édesanyám akkor ott kosárlabdázott, Harsányi Mária, de még messzebbre nyúlik ez a történet, egészen a 1960-as évek közepéig, amikor Békésről az én apai nagyapám Szabó Ödön Szekszárdra költözött, és itt megteremtette a női kosárlabdának az alapjait Szekszárdon. 1966-ban egyébként a mai Zrínyi iskolások először a sporttörténelemben országos diákolimpiát nyert a lányokkal. Azt most ne kérd tőlem, hogy a csapatot felsoroljam, igen, mert ezekre a nevekre lehet, hogy Bálint Gyuri esetleg emlékszik rá, hogy ő tudja lexikálisan, de én nem. Szóval az a lényeg, hogy az én nagyapám ide költözött, és a szüleim a Garai gimnáziumban ismerkedtek össze. Édesanyám Harsányi Mária, 51-es születésű, apukám sajnos már 5 éve nincs köztünk, de ő is azt gondolom, hogy Szekszárdon a nagy vörös harcsa bajszával és a jó humorával ikonikus jelenség volt Szabó György. És aztán ez egy fiatalkori szerelem volt, ebből 3 gyermekük született, én vagyok a legidősebb, van még 2 öcsém, és a kisebbikkel, ugye Gergővel vezetjük jelen pillanatban most már 8 éve a Szekszárdi Női Kosárlabda Klubot. De hát igazából mi ott nőttünk fel a pálya szélén, a Gergő leginkább a apukámat kísérte játékvezetői útjaira, én pedig az anyukámat ugye mérkőzésekre, és aztán egészen korán, 8 éves koromban kezdtem egyébként Murvai Árpádnál edzeni, ő volt az én nevelőedzőm 10 évig, és nagyon megszerettem ezt a sportágat, anyukám, apukám révén, a családom révén, és egyébként Árpi bácsi révén is, úgyhogy érdekes dolgokat hozott aztán a későbbiekben az élet és a mi kapcsolatunk. Lényeg az, hogy 28 évig versenyszerűen sportoltam, a Garai gimnázium elvégzése után Bajára kerültem, ott akkor feljutott NB1-be egyébként a csapat, és oda hívtak játékot, és ezzel párhuzamosan végeztem el a tanítóképző főiskolát. Aztán 28 évesen befejeztem az aktív pályafutást, mert azért annyira nem voltam tehetséges, hogy az akkori élvonalnak a taposó malmában részt vegyek, és elkezdtem a civil életemet, de nem tudtam elszakadni nyilván a kosárlabdától, úgyhogy MB2-ben levezettem Bonyhádon, ahol az édesanyám volt az edző, és 1998-ban kezdtem el tanítani a Babits Mihály általános iskolában. Majd később, amikor 2002-ben megszületett a kisfiam, akkor beiratkoztam 4 évre a TF-nek a szakedzői szakára, és oda jártam 2003-tól 2007-ig, úgyhogy aztán lettem kosárlabda szakedző, és folyamatosan, ahogy elkezdtem igazából a Babits iskolában tanítani, pici gyerekekkel elkezdtem foglalkozni, és megszerettetni a sportág alapjait. Az akkor még ugye KSC Szekszárd, később atomerőmű KSC Szekszárd néven szerepelt a klub, de ugye erről a klubról is azért azt érdemes elmondani, hogy több mint 49 éve folyamatosan az élvonalban szerepel a Szekszárd, és voltak előnevei, hiszen Szekszárdi Dózsa, Szekszárdi Vasas, és 1988-tól KSC Szekszárd, a névadó főszponzor pedig 99-ben jött, és hát érdekes fintora ez egyébként az életnek, hogy egy évvel ezelőtt tulajdonképpen szponzort váltottunk, illetve kellett is, mert az atomerőmű olyan mértékkel kiszállt a támogatásból, hogy ezt a szintet abszolút nem is tudtuk volna tartani, és hát akkor hál' Isten Tar Jánosnak és a Tar Kft-nek köszönhetően működhet tovább ilyen magas szinten ez a történet Szekszárdon. Úgyhogy ezek az előzmények után igazából azt gondolom, hogy az egész családomnak az életét átszövi, átfűzi ez a gyönyörűséges sportág. És hát a klubvezetősdi az tulajdonképpen úgy jött, hogy egy 7-8 évvel ezelőtt hazaköltözött a Gergő öcsém Kecskemétről, és akkor azt gondoltuk, hogy merünk álmodni egy nagyot, és egy kicsit magasabb szintre is emeljük ezt a szekszárdi női csapatot. Elkezdtünk nagyon sok szponzor után menni, és nyilván a TAO támogatások mellett rengeteg reklámpénzt kezdtünk el összegyűjteni. De bocsánat, hogy a szabadba vágok, mert egyébként öröm hallgatni. Tehát látszik, hogy az életeddel gyakorlatilag szimbiózisban van a kosárlabda, mert emeled ki azokat a fontosabb gócpontokat, amik a te életed szempontjából is meghatározók, és a KSC szempontjából
legalábbis meghatározók, de akkor a ti vezetésetek alatt kezdődött az, hogy komolyabban elkezdtetek szponzori pénzek után menni? Így van, mert ugye 99-től volt az atomerőmű, valamilyen szintig azért mindig itt volt a város is a csapat mögött, de az egy kicsit kényelmesebb szituáció volt, nem kellett különösebben menni, illetve az előző vezetés nem gondolta úgy, hogy ebből lehetne valami nagyobb történetet akár írni. És akkor úgy alakult az élet, vagy úgy hozta, hogy akkor a Gergővel mi ezt annak idején fölvállaltuk. Akkor egyébként volt egy nagyon lelkes, nagyon tehetséges ügyvezetőnk, ő nem nagyon szeret reflektorfénybe kerülni, de talán nem haragszik meg, ha elmondom a nevét. Némedi Péternek hívják, az ő kislánya akkor kosarazott kadettban, és akkor a Pétert kerestük meg a Gergővel, hogy felkarolná ezt az ügyet. És akkor ő, mint magánember és mint üzletember is felkarolta ezt az ügyet, és teljes mellszélességgel odaállt mellénk, nagyon sok mindent tanított is nekünk, és akkor elkezdtünk ezen az úton indulni, de nyilván egy 4 éves ciklus után azért ő elfáradt, és mondta, hogy látszik, hogy nekünk ez a vérünkben van, és ez az életünk, és ezért mindent hajlandóak vagyunk megtenni, és akkor a Gergő lett utána már az ügyvezető, úgyhogy most már 5 éve a Gergő az ügyvezetője, a klubnak én pedig, mint sportigazgató, szakmai igazgató tevékenykedek, de nagyon összetett a feladatunk, és nekünk nagyon szimbiózisban kell dolgozni. Ezt akartam mondani. Így van, és van egy komoly elnökség is azért emögött, egy 10 fős elnökség, amiben vannak komoly üzletemberek, szimpatizánsok, újságíró, tehát összeraktunk egy olyan csapatot, aki nagyon sok szegmensben tud nekünk segíteni, de igazából az összes szponzorhoz minden egyes fillér, de ezt úgy képzeld el, hogy tényleg 50 ezer vagy 500 ezer plusz száfa vagy, tehát mindenért is mi megyünk, vagy legyen ez termékbeni támogatás, amikor kapunk csodálatos bőröndöket mondjuk a Samsonite-tól, vagy a meccsvégi legjobb játékos egy kávéháza utalványt, így van. Tehát, hogy minden egyes dolog után mi ketten és néhány elnökségi tag segítségével, mert nyilván mindenki társadalmi munkában csinálja, kivéve ugye az ügyvezető és én, mint sportigazgató, tehát nekünk ez a főállásunk, de az összes elnökségi tag ezért semmiféle juttatást nem kap, hanem a szabad idejüket, a kapcsolatrendszerüket használják azért, hogy ezt a klubot így tudjuk működtetni. Szekszárd az egy pici város, és igazából a Bor mellett például még a kosárlabdáról is nagyon híres. Ilyen szinten, mint a szekszárdi, akkor, amikor ebbe komolyan beleszálltatok 7-8 évvel ezelőtt, és úgy döntöttetek a testvéreddel, Gergővel, hogy akkor viszitek, jellemző volt ekkora szinteken, ilyen kisvárosi szinten ez a menedzsment szellem? Hát nem csak ilyen kisvárosi szinten nem, hanem tudjuk, hogy sokkal nagyobb kluboknál sem. Tényleg? Ez tényleg. Tehát talán Sopron unikális kivétel, ahol Török Zoli csinálja ezt hasonlóképpen, csak annyi forja van, hogy ő már 25-30 éve, tehát jóval előrébb jár, ő nagyon fiatalon kezdte felépíteni ezt a klubot, de egyébként legtöbb helyen városi és állami cégek egy-egy ilyenre utalva léteznek a klubok, és nagyon kevés olyan menedzsment van, ahol ennyire mennek minden egyes fillér után a vezetők, és hát ezt azért így büszkén mondom el, hogy a játékosok is azért nagyon szeretnek itt lenni, mert hogy az ő egyéb, tehát nem az anyagi természetű, hanem az egyéb dotációjukra, hogy legyen az szülinap, vagy névnap, vagy bármilyen összejövetel, vagy étkezés, ezekre is nagyon-nagyon odafigyelünk. Tehát azt gondolom az, hogy nekünk életünk a kosárlabda tulajdonképpen, ez nagyon megérződik ez az attitűd, ahogy mi viselkedünk a játékosainkkal, az edzőinkkel, egyáltalán a szurkolóinkkal. Sokan óva is intettek, meg hitetlenkedtek, hogy egy ilyen pici városban nem lehet ennyi pénzt összeszedni női kosárlabdára, vagy bármilyen sportra. De azt Bocsáss gondolom... meg, szabad arról beszélni, hogy mennyi az annyi? Tehát válthatjuk apró pénzre ezt a témát? Tehát tudhatja a kedves néző, hogy milyen pénzeket kell itt nektek megmozgatni? Abszolút, persze. Hát ilyen durván 350 és 450 millió közötti éves költségvetésünk van, aminek durván a fele TAO. Na most a TAO sem egy könnyű történet, ez egy komoly pályázat, amit a saját sportági szakszövetséghez kell beadni, az MKOS-hez, ugye adott esetben Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, de aztán ezért is kőkeményen meg kell dolgozni, hiszen egy cégvezető dönthet úgy, hogy
bárkinek odaadhatja a társasági adóját, nem kötelező a KSC Szekszárdnak, ezért aztán nagyon komoly emberekkel nagyon fontos kapcsolatokat kell kialakítani, és ezt folyamatosan menedzselni kell. Ebben egyébként nagyon nagy dicséretet érdemel a Tolle, mert hogy ő a legnagyobb TAO támogatónk, de mellette van 4-5-6-7 cég, ebből tevődik ki a költségvetés egy része, a másik pedig hát most már ugye a Tarkárt a fő névadó szponzorunk, de mellette, tehát aki kilátogat a meccseinkre, vagy rámegy a honlapunkra, akkor ott az összes szponzornak ott van a neve. És hát van olyan is, aki természetben sok 10 milliós támogatással támogat bennünket. Ugye mérkőzésenként van egy extra működő Bodri VIP büfénk, ezt nem is tudom ennek az értékét kiszámolni, tehát ez egy brutális pénz, ami a klubnak nem kerül pénzébe. Tehát ez nagyon sok, akkor a borászokról már ne is beszéljek, hogy több mint 10 borász azért hozzájuk elmenni, megkérni őket, ők tudják, hogy jó helyre kerülnek a boraik, hogy minden egyes mérkőzésen 10 borászatnak a 6 féle borát tudjuk az oda kilátogató szurkolóinknak, akik megváltják az éves bérletüket a VIP szektorra, vagy a szponzorainknak odaadni, tehát hogy ennek egy 7-8 év alatt egy nagyon szép kultúrája lett, és ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat, én azt gondolom. Tehát sokan gondolják azt, hogy ide, hát hogy ömlik be a pénz, hogy milyen könnyű. Hát, ezt azt gondolja, így gondolom, aki nem látja. Aki nem, aki ezt a mindennapos küzdelmet és munkát nem látja, mert ez nagyon-nagyon nagy munka. És nyilván az utca emberének egy kicsit nagy ez a szám talán, vagy lehet, hogy nem is kicsit nagy. De hogyha megnézzük a fotball vagy a kézilabda világát, tehát ugye vannak a TAO sportágak, tehát Szekszárd egy pici hely, itt 30-31-2000-re jó, ha most élünk, de lehet, hogy már alá is mentünk talán néhány ezerrel. De azt gondolom, hogy élvonalbeli labdajátéknak legyen az fotball, kézi, kosár, röplabda, jégkorong, bármi, amit egy ilyen kicsi hely el tud tartani, mindenképpen egynek vagy maximum kettőnek van létjogosultsága, hiszen mindenki ugyanarra a szponzori körre szeretne támaszkodni. Ezért aztán nagyon nehéz ebből többet azt gondolom kihozni, hogy akkor legyen még élvonalbeli, az élvonalbeli, az élvonalbeli minden. Ezt globálisan nagyon nehéz lenne már, csak azért is, mert azt tudom, hogy hát a futball az ott nem is lehet számokba, tehát a teljesen más a költségvetés, ennek sokszorosa, tehát én azt gondolom, más hogy ott más teljesen, de már tudom, hogy a nő és a férfi kézilabdában is, tehát úgy van, hogy futball, kézilabda, jégkorong, kosár már majdnem egy szinten, de talán még a kosár följebb, kosár, jégkorong, és aztán jön a röplabda, tehát így, és hát ugye a vízilabda az most itt Szekszárdon egyelőre annyira nem érdemes róla beszélni, de a vízilabda is ott az utolsó, tehát a röplabda fölött van talán. Tehát itt költségvetésben érdemes a férfi-női vonalat is megnézni, ugye a férfi mindig magasabb, aztán jön a női, de sportágak tekintetében abszolút ez a rangsor, hogy futball, kézilabda, kosárlabda, és ez egyébként a TAO-s kereten is meglátszik. Érdekes világ ez. Érdekes világ, igen. Meg hát ugye megint kiderül az, amit mindig lehet olvasgatni, hogy a nők kevesebbet keresnek, ugye, hogy a nők a második sorban vannak, ugye, és hát tessék, itt van azért elmondott, hogy más a férfi szint, más a női szint. De ha már említettük férfinő, maradjunk a nőknél, a hölgyeknél, nézzük meg ennek az egésznek az emberi oldalát. Azért te nem, oké, rendben, 8 éve irányítjátok a testvéreddel az egészet, szerzitek hozzá a pénzt, de hát ez ugye többről szól, nem adok pénzt, ha nem látok sikert. Mit láthat az, aki mondjuk visszanéz csak az elmúlt 8 évre? Hát láthat sok-sok, azt hiszem szám szerint 5 bajnoki döntőt. Láthat egy fantasztikus, amire a legbüszkébb vagyok itt a soproni 2018-as Magyar Kupa érmünket, amit egy nem egyszerű szituációban, egy akkori topszinten lévő Sopron ellen Sopronban sikerült megnyerni, hogy folyamatosan ott vagyunk a legjobb 4 csapat között, úgyhogy messze nem a mi költségvetésünk a legerősebb, tehát jelen pillanatban egy DVTK Győr Sopron bőven megelőz minket. Úgyhogy azt gondolom, hogy az élvonal tekintetében azt, ami még szívmelengető, hogy mindig van 2-3-4-5 saját nevelésű játékos. Tehát például, amikor tavaly Euroligát játszottunk, akkor megkockáztatom azt, hogy egész Európában nem volt olyan euroligás klub, ugye az Euroliga az már Európában a legjobb 16 csapatot jelenti, mint a fociban a Bajnokok Ligája.
és 5 szexuális saját nevelésű lány volt a csapatban, a 12-es keretben. Tehát azért ez... És ez ennyire ritka, vagy ez szinte már nem létező? Ez nem létező. Kuriózum. Igen, igen. És ez még hozzá kell tenni, hogy az akadémiák korát éljük, mi nem vagyunk akadémia, mert nagyon pici hely vagyunk. Tehát itt nincs létjogos, kérdezték, hogy miért nem, mert akkor még nagyobb dotáció az államtól, mert nincs értelme. Tehát ez nem egy olyan hely, nincsen infrastruktúra olyan még. Meg hát nem egy Pécs, ahol nem, van, és az ötször akkora város. Így van, így van. Tehát ott van Pécsen ugye a Rádgéber Akadémia, ott van Sopronban az Akadémia, Budapest. Most az a legszebb ebben, és ebben ugye édesanyámnak elévülhetetlen érdemei vannak, illetve a másik 11 edzőnknek, aki dolgozik, hogy szinte tartjuk azt a szintet, mint az akadémiák. Mert ugye egy utánpótlás tevékenységet folytató sportklubnál, ott az egyik mérce az, hogy igazából milyen eredményes vagy, de a legnagyobb eredmény, ha te ki tudsz nevelni az élvonalra, vagy akár válogatott szintig, mint mondjuk egy Studer Ági, vagy egy Miklós Melinda, vagy egy Holc Rebeka majd, ilyen gyerekeket a válogatottnak, vagy a magyar női élvonalnak. És ebben nagyon komolyan az élen járunk, hiszen tavaly akadémiákat magunk mögé utasítva, például az U14-es csapatunk bajnokságot nyert, magyar bajnokságot, ami már szinte a többi klub inkább sorvad el mindenki, és senki nem tudja az akadémiákkal felvenni a versenyt. Hogy ez miért van? Azért, mert annyira jó szakmai munka folyik, és annyira erősek vagyunk így közösen emberileg, hogy ez az, ami miatt fel tudjuk venni most jelen pillanatban az akadémiákkal a versenyt, és én bízom abban, hogy ez sikerülni fog a későbbiekben is. Ugye nem olyan nagy a gyerekanyag, sőt, nagyon kicsi, és azt hallom, hogy például... Következő kérdésem lett volna. Igen, tehát igen. Ugye mi igazából abból főzünk, amit találunk. Tehát nem az van, hogy kimegyünk és válogatunk és toborzunk. Ráadásul Szekszárdon nagyon sok jó dolog van, hiszen van egy nagyon jó Bartina, számtalan táncegyesület van, ami remek, van egy Fekete Gólyák, van női foci már, tehát ugye a kislányok is rengeteg minden közül választhatnak. Tehát igazából nem egyszerű, hogy abból a merítésből mégis ki tudunk olyan gyerekeket nevelni, akik ugyanúgy ott vannak az utánpótlás válogatottakban. Tehát például most is az elmúlt hétvégén 6 gyerekünk ott volt az utánpótlás válogatottakban, a legkisebbek között, tehát 3 2011-es és 3 2009-es, 2010-es Sopronban van éppen. Egyébként bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ez annyira érdekes számomra, tehát ebbe 10-ből 8 ember szerintem bele se gondol, hogy sokkal nagyobb néha, sokkal nagyobb siker egy serlegnél az, hogy te mondjuk 4 szexárdi kislányt küldtél egy válogatottba, 2 meg mondjuk Franciaországban pattogtat, tehát ez valami egészen elképesztő. Hogy sokkal nagyobb sikernek számíthat ez. Ez akár. Így van. Képzeld el, hogy amikor a 90-91-es korosztállyal anyukámmal közösen így felváltva vittük ezeket a lányokat, az volt a legsikeresebb generációnk, olyan szempontból, hogy 5 bajnoki címet nyertünk utánpótlásban, tehát nyertünk serdülőt, kadettet, juniort, mindent is. És aztán jött egy kissé tehetségtelenebb korosztály, ez a 95-96, aztán az lett a vége, amikor megnéztük, hogy hány gyereket tudták kinevelni az élvonalra, hogy nagyjából ugyanaz lett az arány, és ott érdekes volt az országos döntőkben, nem is végeztünk azokkal a gyerekekkel 1-4 között, hanem az 5.-8. hely valamelyikén, és abból a korosztályból is kijött ugyanannyi gyerek. Vagy más nem mondjak, talán a Miklós Melindáék korosztálya sem nyert bajnoki címet a 2002-2003, ezüstöt, bronzot talán igen, meg fiatalabb korukban hátrébb végeztek országos döntőkön, de kijött belőle egy olyan Miklós Melinda, akit egész Magyarországon a szakma a jövő legnagyobb tehetségének titulált. Tehát ezek, és a Jankovics Marika néninél kezdett pattogtatni a DNS általános iskolában. És azt mondd meg nekem, hogyha valaki ennyit dolgozik a kosárlabdában, ennyit dolgozik a kosárlabdáért, ennyi idejét elviszi a kosárlabda, mert ugye azt lehet tudni, hogy családod van, neked is férjed, gyerekeid, de 100%-ban ne vagy a kosárban, az például miért dönt úgy, hogy mondjuk más területeken is megméreti magát? Ugye nem titok, hogy indulsz a képviselőválasztáson. Ez hogyan? Már bocs, hogy ilyen nyersen fogalmazod, de ezt hogy találja ki valaki, akinek ennyi a dolga? Még egy kicsit valahogy győzni kell, vagy ez a verseny? Nem, ahhoz már megöregettem, így lassan az 50 fele, hogy mindenáron győzni kell. Egyébként éppen ezért is vagyok ehhez most olyan nagyon jó paszban, mert nincs bennem ez talán a minden áron. Nagyon régóta kacérkodom egyébként ezzel a gondolattal, hogy a közéletben kipróbáljam magam. Az egyik ok, hogy
azért nagyon el lehet fáradni ebben, amit én most csinálok. Talán egy pici ilyen életközepi válságban is vagyok, és tavaly szereztem meg itt Szekszárdon, a nagyon érdekes képzés volt, PR sajtókommunikáció szakon a harmadik diplomámat, ahol nagyon sok olyan érdekes tantárgyunk volt, ami a hasznomra vált. Ugye a kosárlabdában viszonylag jól kommunikálok, és nagy rutinom és gyakorlatom van, de azt gondoltam, hogy egész életemben nagyon szerettem az embereket. Itt születtem, vagy hát itt nőttem, itt cseperedtem fel, itt születtek a gyerekeim. De azt mondják, hogy Bálint közi lány vagy. Igen, most igen, de az Aliszka 12-ben nőttem fel, ami ugye szintén az ötös körzet, ahol majd szeretném megmérettetni magam. Nagyon lokálpatrióta vagyok, a gyerekeim is így vannak ezzel, az egész családom, a férjem. Nagyon ide húz a szívem, és azt éreztem azért az elmúlt években, ugye nyilván nem csak a kosárlabda létezik, hogy nagyon békétlen, ellenséges, szomorú légkör vett minket körül pártpolitikai hovatartozástól függetlenül. És ez engem egyrészt nagyon elkeserített, másrészt szépen lassan úgy éreztem, hogy megértek bennem azok a tulajdonságok, attitűdök, amik esetleg alkalmassá tehetnek engem arra, hogy akár egy városrészt, akár egy várost méltán tudjak képviselni, és olyan feladatokat ellátni, amit adott esetben majd el kell látnom. És nyilván ez egyrészt majd a lakókörzetem lesz, ha esetleg megválasztanak. A másik, amiben nagyon sokat dolgoztunk, és amiben hatalmas tapasztalatot szereztünk a testvéremmel együtt, hogy nagyon komoly sportdiplomáciai kapcsolatokat alakítottunk ki az ország minden részén, ugye a kosárlabda miatt. És én úgy érzem, hogy ezeket a kapcsolatokat egy sportkoncepció kidolgozása nyomán nagyon jól tudnám majd hasznosítani. És ez egy csodálatos kisváros, ahol azt gondolom, hogy igen, nem csak a KSC-nek, meg nem csak a kosárlabdának, hanem a többi sportágnak is kell fejlődni és kell teret biztosítani. Régi álmunk, és egyébként meg is van egy sportcsarnoknak már a terve videón is, szakanyagban is, és ezt a KSC-nek van terve, és be is adtuk a tervezésre már a TAO-s pályázatot, tehát ez független teljesen az indulásomtól. Nekem az az álmom, hogy a régi megmaradjon, hogy más sportágnak is legyen helye, és legyen egy igazi KSC-csarnok. És a másik álmom meg tervem az, hogy tényleg abban a körzetben, környezetben, ahol élek, ami egyesek szerint a város egyik legszebb része, hiszen itt a belvárosról van szó, illetve... Tanúsítom, Aliszka utcában laktam én is, tanúsítom. Úgyhogy ugye itt a Garai tér, Béla tér, tehát már szaladnak a fejemben ugye a tervek, hogy a Garai teret is a fiatalok számára milyen élhetővé is lehetne tenni, a Kálvárián mit lehetne kezdeni, akár ott az erdőben valami klassz kis futópályát kialakítani. Nyilván tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, és ígérgetni rendkívül könnyű, és azt ugye sokszor éri ez a vád a politikusokat, hogy az nagyon klassz, hogy megígéritek, csak aztán nem történik semmi, és nem lesz belőle. Én úgy éreztem, vagy úgy érzem most, hogy ebben a 6-8 évben bizonyítottunk, hogy mi nem csak beszéltünk, most nyilván a KSZ-re gondolok, hanem operatív cselekedtünk. Tehát megtettük, megálmodtuk, felépítettük, megcsináltuk, tartjuk, mindenen átmegyünk. Nagyon-nagyon tudományosan fogalmaztál, egyébként teljesen jó. Meg azon is elmosolyodtam az előbb, amikor mondtad, hogy ugye politikus csak igényt, tehát tisztában vagy az, hogy belépsz egy politikai abszolút térbe. Abszolút. Igen. És hát ez a megfogalmazás, hogy konstruktív, igen. 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 És azt is gondolom, hogy nem is szabad nagyot ígérni, hanem olyat szabad ígérni, amit az ember 5 év alatt meg tud csinálni. Mert hogy aztán egy valami sosem volt rám jellemző, hogy hiteltelenné váljak. Azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon jó tulajdonságom, hogy azért, amit megígérek, azt mindig tartom is, és én bízom abban, hogy hiteles tudok maradni, és hogy amilyen dolgokat fel tudok vállalni, azok olyanok lesznek mind a 4 szavazókörben, amit aztán egy 6-6-os segítséggel, pályázati forrásból, együttműködéssel meg tudunk oldani. A másik még egy dolog, ami miatt erre adtam a fejem, hogy nagyon tetszik a csapat, ha már ilyen férfinő arányról beszélünk, hiszen 5-en vagyunk, hölgyek, lányok, és az pont a fele. És
Én nagyon szeretek úgy dolgozni, hogy hölgyek vesznek körül, lányok vesznek körül, mert egészen más aspektusból tudják látni a dolgokat, mint a férfiak. A csapat másik fele pedig érdemes, értelmes, jó fiúkból áll, akik a saját szakterületükön nagyon tehetségesek és már bizonyítottak. És a korosztályt, meg az elhivatottságot tekintve is elég szórt a mezőny, és azt gondolom, hogy Berlinger Attilával is nagyon kiválóan együtt tudunk működni. Néhányszor már beszélgettünk, és hogy nagyon egyféleképpen látjuk a világot, és ez a higgadtság, meg békészség, meg konstruktivitás, ami belőle is árad, én azt gondolom, hogy ezt így együtt mi varázsolni tudnánk. Az, hogy ez sikerülni fog-e, az majd a jövő zenéje meg egy másik kérdés, de hogy például két hitoktató is van a csapatban. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik szerintem elősejtetnek egy sokkal békésebb világot. Nyilván naív nem vagyok, meg lesznek harcok, de azt tapasztaltam az életemben, voltak ellenfeleim, talán ellenségeim nem, de mindig mindenkivel próbáltam és igyekeztem szót érteni, és minél előbb békét kötni azokban a szituációkban is, amikor esetleg volt konfliktus. És ezt azok is elmondják, akik mint magánember ismernek, hogy nagyon nem szeretem a haragot, és nem tudok abban a közegben dolgozni. Ehhez, amit most vállalok, néhány éve nem lettem volna elég erős. Valójában a KSC edzett meg, és ez a munka edzett meg, amit az elmúlt 8 évben elvégeztem. Így aztán izgatottan várom ezt az új területet, de már felvértezve olyan dolgokkal, hogy egy-egy mém, vagy konfliktus, vagy adok-kapok után ne sírtogáljak. Tehát jöhet bármi a virtuális, vagy a valós térben. Így van, tehát nem hiszem, hogy most már ezen annyira otthon fogok a Viktor vállán sírdogálni, mert tényleg harcedzett lettem, kaptam sok hideget, meleget, az öme egyébként irítség és valótlanság, de hát ezt már mindenki eldönti majd úgyis maga. Millió kérdésem lenne még, de nem lesz, mert kihűl a kávénk. Noémi, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. További sok sikert kívánok neked mindenhez az életben. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A nézőknek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. A Kávéházi Randevút látták, viszontlátásra.